A Lynx Hiúz egy német fejlesztésű gyalogsági harcjármű, háromfős kezelőszemélyzettel rendelkezik, és a Dessan térben képes elszállítani egy 6-8 fős rajt az adott tevékenységi körzetbe. Üdvözlöm itt a stúdióba Durgó Tamást, aki a Honvédség katonai igazgatási és központi nyilvántartó parancsnokság parancsnoka. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen, hogy itt van velünk. Jól mondtam? Igen, teljesen tökéletesen. Miért is fontos ez a harcjármű most a Magyar Honvédség számára? A 21. század 21. századi haditechnikai eszközöket követel meg, és elérkezett az az idő, hogy ezeket a fejlesztéseket és fontos lépéseket meg tudja tenni a Magyar Honvédség, ezt meg is teszi, és a vas megvan, ahogy miniszter úr fogalmazott, és Embert a vasra című kampány toborzó projekt elindulásával sikerült humán erőforrással megtölteni ezt a vasat. Mennyi ideig tart a kiképzés mondjuk erre a vasra? Az első etapja ennek, és ez szakaszokra van bontva, ez egy 6-7-es alapfelkészítést tartalmaz, ami egy általános alapfelkészítés, mindig, ahogy a kifejezésben is benne van, mindenféle alapokat megtanulnak a katonák, majd utána pedig egy konkrét beosztás tervezés után, kiből lesz lövészkatona, kiből lesz toronylövész, kiből lesz harcjárművezető, vagy a későbbiek folyamán harcjárműparancsnok, így úgymond szakosodnak, de a kiképzés az mindig folyamatos, hisz mindig azt lehet magasabb szintre emelni. De az első etap az 6 hétig tart. Egy 700 fős zászlóalj, ugye erre készülnek, hogyha jól tudom, és nőket és férfiakat is egyaránt várnak. Igen, vártuk a hölgyek jelentkezését is, de alapvetően a 25 év alatti, úgy fejezem ki magam, a digitális nemzedéket vártuk, hisz ez a harcjármű, ez egy guruló számítástechnikai eszköz tulajdonképpen, úgyhogy hál' Isten a toborzó kampányban sikerült is ezt a közönséget megszólítani, hisz a jelentkezőknek több mint 60%-a 25 év alatt volt, de visszatérve az eredeti kérdésre, hölgyek is jelentkeztek, és felvételt is nyertek közülük sokan. Ennek örülök. Mennyire nehéz egy ilyen katona helyzete, ugyan ön is említette, tehát ma már egy katonának, amellett, hogy a harctéren bizonyítania kell, nagyon komoly ilyen számítástechnikai képzettséggel is kell rendelkeznie például egy ilyen Lynx esetében. Igen, hát a digitális katonaprogramhoz kapcsolódóan minden katonának kell ilyen ismeretekkel rendelkezni, nyilván van, akinek több, van, akinek kevesebb. De én úgy gondolom, hogy ez a fiatal generáció erre tökéletesen felkészült, hisz az okostelefonok és az online játékok világa tökéletes alapot teremt ehhez. De nyilván kicsit komolyabban fogalmazva, a 21. századi haditechnika egy más gondolkodásmódot is megkövetel. Sokkal gyorsabb reakciót követel meg ez a harcjármű is, hisz nagyon sok informatikai támogatás és komoly 21. századi harci technológia van ebbe a harcjárműbe, ami nagyon gyors gondolkozást követel meg. Erre a mai online világban és online játékokon felnevekedett fiatalság tökéletes előképzettséget kapott. Parancsnok úr, mennyire nehéz ez a kiképzés, ez a több hetes kiképzés? Tehát mondjuk egy hölgy esetében, aki esetleg bátor és abszolút vállalkozó kedvű, mire számítson? Az alapkiképzésnek az az érdekessége, hogy bekerülni egy normál fizikummal rendelkező fejben és testben rendben lévő állampolgár, nő és férfi tökéletesen alkalmas. A közben megszerzendő tudásra pedig a honvédség felkészíti. A Lynx programban ez a megszerzendő tudás és a kiképzés szintje egy kicsit magasabb, de ehhez kapcsolódik az illetmény is, tehát valamit megkövetelünk és kérünk, de adunk is cserébe, tehát magasabb illetménynél magasabb felkészítés van. Teljesíthető ez, bármilyen feladatra bevetésre kerülnek majd ők, vagy bármilyen gyakorlatot, kiképzést kell végrehajtaniuk, az mindig azután történik, hogy a megfelelő kiképzést megkapták erre. Nyilván lesznek olyanok, akik lemorzsolódnak, és a felvételi eljárás folyamán is voltak olyanok, akik lemorzsolódtak, de ha ők alapvetően katonai szolgálatra alkalmasak, akár a kiképzés alatt válnak ki, akár ugye a hétfőkeddi bevonuláson derült ez ki, más szolgálati formát tudunk nekik ajánlani, ahol más a követelményrendszer, és annak adott esetben tökéletesen megfelelnek. Parancsnok úr, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen a lehetőséget.